A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2024. szeptember 20-án megjelent egy tiszaföldvári ingatlan előtt, és az ott lakókat megfenyegette azzal, hogy megöli őket úgy, hogy a házukat rájuk gyújtja. A gyanúsított ezt követően 23-án ismét megjelent az ingatlannál, bekiabált, majd miután a sértettek nem válaszoltak neki, a nála lévő gyufával a ház kerítésé lévő borostyánt meggyújtotta. A növény tüzet fogott, majd a tűz átterjedt a ház faszerkezetére. A tüzet végül az otthon tartózkodó sértettek oltották el, azonban amennyiben időben nem oltják el azt, a tűz a lakóház tetőszerkezetére is átterjedt volna, ami az egész lakóház kiégését is okozhatta volna. Az ügyészség indítványában hivatkozott a gyanúsította a szemben fennálló szökés, elrejtőzés a bizonyításának megnehezítésének és a bűnösítésének a veszélyére is. A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a férfi letartóztatását, ami ellen ő fellebbezett, így a letartóztatás kérdésében végleges döntést a szolnoki törvényszék fog hozni.